A drogprevenciós előadásoknak és a folyamatos rendőrségi ellenőrzéseknek köszönhetően Nagybecskereken nem tapasztaltak fellendülést a kábítószerkereskedelemben. Közép-Bánát területén enyhén csökkent a kábítószer kínálata és használata, de viszont növekedett a mesterséges drogok fogyasztása. A rendőrség intenzíven ellenőrzi azokat a helyeket, ahol várható a kábítószer eladása és használata. Fokozottan ellenőrzi azokat a helyeket is, ahol az ifjúság gyülekezik, legfőképpen a szórakozó helyeket, vendéglátókat és bárokat. Azok a heroinfüggők, akik gyógyulni szeretnének, a nagybecskereki közkórházban kaphatnak segítséget. Itt személyre szabott terápiákkal próbálnak segíteni a pácienseknek a függőségük leküzdésében. Ahogyan a világ más pontjain, itt is kevés olyan heroinfüggő van, aki teljesen le tudja küzdeni a drogfüggőségét, és meg tudja változtatni az életét. Egyébként az ópiátfüggőség a legsúlyosabb. Ebből a pokolból nagyon nehéz kijutni, de a siker mindig az egyéntől függ. Két nagybecskereki heroinfüggővel is beszélgettünk, akik szerint a városi kórházban nyújtott metadon terápiák sokat segítettek nekik a felépülésben. Elmondták, hogy a pszichiáterrel folytatott beszélgetések is ugyanolyan fontosak voltak számukra, mint a terápia. Szerintük a teljes felépülés érdekében a legfontosabb tényező a motiváció. Amióta függőségüket az egészségügyi intézményben kezelik, sikerült munkába állniuk és egy új életet kezdeniük.